Gyerekek, ez egy full random, egyáltalán nem tervezett videó, de ezt el kell meséljem nektek. Most végeztem a fényfestős tutoriál utolsó kis darabkájával, minden a helyén van, nem sokára ki fog jönni. Ez a világ legjobb érzése, és most nagyon-nagyon pozitív energiával tölt ez el, hogy látom magamon a fejlődés. A sztori az, hogy ahol voltunk forgatni villát, annak ugye megmutatom, hogy hogy kell fotózni, és itt van már ez a kép, mindjárt megmutatom, de ezt a villát én lefotóztam 2015-ben, akkor random fölhívtam, hogy na hagyj menjek már ki gyakorolni, fényfestést gyakorolni, hogy magát a fotózás, hogy mennyire jó lenne, lenni egy portfóliós képen. És most megcsináltam ezt a képet, leforgattam az anyagot, és a portfóliómban közben észrevettem, hogy amúgy fönn van, mert tudtam, hogy fönn van, és összevetettem a kettőt, hogy mi különbség van, és most behúzom, hogy itt van ez a kép, amit most látok Photoshopban, az alapkép, amit most csináltam, megmutatok egy nagyon after, nagyon before, tehát, hogy ez volt alapvetően a kép, és ez lett belőle, fényeléssel meg mindennel, rengeteget dolgoztam rajta, de látható, hogy amúgy ez az alapkép, és akkor ezt lehet varázsolni belőle, és megmutatom azt a képet, ami nekem volt 2015-ben, ez a kép nem egy rossz kép, de nézzétek meg a különbséget. Tehát ezt csináltam ma, ezt csináltam akkor, ezt csináltam ma, ezt csináltam 2 évvel ezelőtt, és ennél jobb érzés nincs a világon, amikor látod magadon a fejlődést, hogy képileg mennyire tudsz fejlődni, hogy hova van fejlődni, és látom a még nagyobb fotósokat Amerikában, hogy úristen, hogy milyen képi világot képviselnek, és akkor én is látom magam, hogy 2 évvel ezelőtt milyen képet csináltam, nem egy szar kép, nem rossz kép, de hogy most ahhoz képest, hogy mennyivel jobb képet csináltam, és ez az érzés annyira pozitív, és annyira jó, hogy látom magamon ezt a fejlődést, látom magamon, hogy igen, haladok előre, és hogy ezt el kell túlságoljam. Na majd, és hamarosan jön a fényfestős tutoriál, addig legyetek türelemmel. Szevasztok!